Sziasztok, ez itt a GameWave, én Benny vagyok, és hát nagyon rég voltam ennyire izgatott egy játék megjelenése miatt, viszont hát telnek a hetek, és egyre közeledünk a Need for Speed Unbound megjelenéséhez, már elvileg ebben a hónapban is lesz, aki ki fogja tudni próbálni ezt a játékot, és hát ennek örömére, ahogy múlik az idő, egyre több gameplayt is adnak ki a játékról, és egyébként egyre több információt. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy itt az ideje egy újabb videónak, ahol összeszedtük nektek, hogy pontosan mit lehet tudni egyelőre a játékról. Hát természetesen még nem minden, de azért most elég sok információ van. Úgyhogy pozitívum, hogy most már az egész videó alatt az új játéknak a gameplay -e lesz, tehát nem kell a hídből átvennem, mert hogy bőven kaptunk elég anyagot. És annyi új információ van, hogy teli lesz tartalommal ez a videó, úgyhogy mindenképpen érdemes végignézni. Kezdjük is az egészet azzal, hogy bevezettek a játékba egy ilyen eseménylistához hasonló dolgot. Ugye az eseménylista a forzában van, hogyha ezt valaki nem ismerné. És itt a Need for Speedben ennek az lesz a lényege, hogy minden napra lesz valamilyen feladat, amiért cserébe pénzt lehet szerezni és szombatonként pedig lesz egy verseny, vagyis egy kvalifikáció, amire a megszerzett pénzzel lehet nevezni, ez minden héten egyébként egyre drágább lesz, és természetesen értékes jutalmakat lehet kapni, hogyha jól teljesítetek. Minden versenyhez lesz egy megadott autó osztály, a legtöbb nyeremény az egyébként szintén autó. És most el is hangzott az autó osztály szó, szóval ugye Need for Speedben eddig ilyen nem volt, viszont Forza-ban már régóta létezik és egyébként nagyon hasonló itt a megoldás, B-től S pluszig lesznek az autó osztályok. Ugye számozva eddig is voltak Need Speed-ben is már az autók, itt most, ha jól tudom, akkor 100-tól 400-ig lesznek a pontok, ezen belül még kategóriákba lesz sorolva, ugye osztályokba, és meg lesz adva az összes versenynél, hogy milyen osztályt lehet használni. Szintén újdonság, hogy lehet fogadni riválisok ellen. Itt a riválisok, azok egyébként valószínűleg igazi játékosok lesznek. És ennek az a lényege, hogy minél erősebb az autójuk, annál nagyobb ugye a fogadásnak a szorzója. Hogy veszítés esetén mi történik, azt nem tudjuk, valószínűleg azt a pénzt, amivel fogadtál, azt elveszíted. És ami nekem feltűnt, hogy itt, ahogy látjátok a képen, a fogadásnak az összege is attól függ, hogy mennyire erős autó ellen fogadtok. Úgyhogy szerintem picit furcsa az, hogy nem lehet bármilyen összeget fejteni, és nem csak a szorzó fog változni, hanem megvan adva az is, hogy mi az az összeg, amivel fogadni lehet. De hát majd meglátjuk, hogy ez pontosan hogy fog működni, minden esetre kíváncsi vagyok rá. És minden negyedik héten lesz egy nagyobb verseny. Ugye azt már mondtam, hogy hetente egyre drágább benevezni egy ilyen versenyre. A negyedik a legdrágább, az hát most itt az első szezonban legalábbis mindenképpen 125 ezer dollár lesz ami azt jelenti, hogy ez rengeteg pénz, valamint itt több autóra is szükségetek lesz, valószínűleg ez nem csak egy verseny, hanem egy ilyen nagyobb bajnokságszerűség, és itt a különböző feladatokhoz különböző autókat kell majd alkalmazni. És hát természetesen itt is egy ritka autót tudtak majd elnyerni, vagyis hát valószínűleg egy ritka autó lesz a jutalom. Azt, hogy ez pontosan micsoda, ez ugye nyilván havonta fog változni, és egyébként ez valószínűleg egy új módszer is lesz arra, hogy új autókat hozzanak be a játékba, ahogy ugye jönnek majd a frissítések. Aztán beszéljünk egy kicsit az irányításról is, ugye ez egy elég nehéz téma a Need for Speed terén, ugyanis hát ez sosem volt a legjobb, és mindig is reméltük minden egyes következő játéknál, hogy most egy picit fejlesztettek rajta, és végre egy picivel valósághűbb lesz. Na most, ahogy megjöttek ezek a gameplay videók, valamennyire lehet már rajtuk látni a fizika működését, szimplán arról, ahogy mozognak az autók, és hát eddig ez nem valami meggyőző, de persze majd egy hónap múlva, amikor már készhez is kapjuk a játékot, és ki tudjuk próbálni, akkor lehet ezt igazán jól eldönteni. Ha már itt tartunk, akkor egyébként iratkozzatok is fel, mert erről mindenképpen lesz videó, nem maradjatok le róla. És az egyetlen konkrétum, amit ide tudunk sorolni, az a drifterésnek a működése, ugyanis azt már elárultak a készítők, hogy a beállításokban lehet majd változtatni, hogy melyik gombnak a pillanatnyi megnyomása küldje oldalra az agdót, ez lehet egyébként a fék vagy a gázpedál, vagy lehet akár a kézifék is. Talán ez utóbbi a legjobb választás, és lesz egy csúszka is, amin a tapadás és a driftelés között lehet majd mozogni. Nyilván itt ez azt jelenti, hogy ha teljesen tapadásra van állítva ez a csúszka, akkor szinte lehetetlen lesz megcsúszni a pályán. Hogyha pedig teljesen driftre, akkor pedig folyton driftelni fog az autó, bármit is csináltok a kanyarokban. Úgyhogy ez megint nem nagyon árulkodik egy valós fizikáról, azt azért nyilván egy kicsit összetettebb lenne driftálni, és az irányítás is egy picit máshogy néz ki, máshogy mozognának az autók, mint itt ezeken a felvételeken. Szóval itt biztosan lenne még mit tanulni továbbra is a Forzától és egyéb másik játékoktól, Azért egy ilyen szimulátoros érzést én nem várnék el a Need for Speed-től, ez továbbra is egy RKD játék, és maradjon is meg annak, de azért nem is egy telefonos játékhoz kéne hasonlítson az irányítása, ennél talán lehetne többet tenni érte. Viszont térjünk is rá a kiemelkedő dolgokra. Ebből az egyik a tuning, és hát itt most külön autókat nem szeretnék kiemelni, úgyis látja mindenki, hogy mik vannak itt, és el tudjátok dönteni, hogy melyik tuning itt a kedvencetek a képekről. De összességében az elmondható, hogy hű maradt magához a játék, és nagyon durván elképesztő lett a vizuális tuningolás, van egyébként pár olyan autó is a játékban, amit szinte felismerhetetlenre lehet tuningolni, de a többi is durva, szerintem egyébként több adik van a játékban, mint az autók száma. Összesen egyébként azt mondták a készítők, hogy 10.000 különféle opció elérhető, Ugye ide tartoznak a felnik, a szárnyak, a lökhárítók, a tükrök, nyilván a bedikitek is, a fékek, és igazából ezt napestig lehetne sorolni. Tényleg rettentően sok opció van már ugye a hídben is. És az a jó, hogy ezek jó része ráadásul most itt új lesz, tehát nem csak az előző játékokból vették át, hanem rengeteg újdonságot hoztak. Például itt a felvételem, most az új felnik egy részét látjátok. Én nagyon bizakodom abban, hogy a tuningolás az mindenképpen egy pozitív része lesz a játéknak. Egy dolgot már most biztosan tudunk, hogy a legtöbb autóról megoldották, hogy le lehessen szedni a lökhárítókat. Úgyhogy abszolút minden lesz itt, amit csak el tudtok képzelni. Nyilván egy Ferrari-ról például az első lekárítót érdekes leszedni, mert egybe van az autóval. De az olyan autókkal, amikkel normálisan meg lehet oldani a valóságban, azzal valószínűleg normálisan meg lehet oldani majd itt a Need for Speedben is, hogy ne legyen rajta akár elő, vagy akár hátul, vagy akár sehol lökhárító. Ami hát mindenképpen izgalmasan hangzik, aztán majd meglátjuk, hogy ez pontosan hogy fog működni. Egy újabb téma az éj-nappal ciklus. Ugye a hídben ez úgy működött, hogy tudtál választani, hogy a garázsból éjszaka vagy nappal akarsz kimenni, és úgy tudtál versenyezni. Itt továbbra sem lesz automatikusan éjjel vagy automatikusan nappal, szóval hogyha kimész nappal a garázsból, akkor nem fog lemenni a nap. Viszont itt már nem fogsz tudni választani, hogy nappal vagy éjszaka szeretnél kimenni, hanem ahogy bemész a garázsba, ott kezd el igazából telni az idő, és ha szerencséd van, akkor pont abban a napszakban fogsz kimenni, amikor te szeretnél. Na most ez szerintem egy kicsit logikátlan, mert valószínűleg, hogyha valaki éppen éjszaka akar kimenni, akkor úgyis azt fogja csinálni, hogy ott áll a garázs előtt, és kibelépked addig, amíg éjszaka nem lesz, vagy hogyha nappal, akkor nyilván fordítva. Úgyhogy szerintem ez egy negatív élmény lesz, de ne legyen igazam. Az időjárás az természetesen továbbra is dinamikus, tehát az változni fog, ahhoz nem kell bemenni a garázsba. Egyébként különböző napszakok lesznek, tehát nem csak kifejezetten nappal és kifejezetten éjszaka, hanem lehet, hogy mondjuk egy naplementébe sikerül kimenned, akkor végig naplemente lesz, lehet, hogy napfelkeltében, akkor napfelkelte lesz, és az idő az például nagyon izgalmas, lehet, hogy tök ködös lesz, lehet, hogy szakadni fog az eső, lehet, hogy száraz napos, úgyhogy ebből is egyébként nagyon sokféle van. Viszont akkor menjünk is a következő témára, ami nem más, mint a rendőrök működése. Ez is ugye egy kifejezetten érdekes kérdés a Need for Speed játékokban. A hídben ugyan nagyon-nagyon nehéz volt csak úgy simán lerázni a rendőröket, egy-két OP megoldást kivéve. Ugye az egyik az az volt, amikor átugrattunk egy parkolóháznak a tetejére. Hét viszont most kaptunk egy új módszert, hogy pontosan mennyire lesz nehéz eltávolodni a rendőröktől, az megint jó kérdés. Ugye igazából ez volt nehéz a hídben is, mert hogyha egyszerűen nem elég gyors az autód, akkor szinte lehetetlen megfelelő távolságba jutni a rendőröktől, hogy eltűnjön rólad a körözés. Viszont most, hogyha ez sikerül, akkor el tudsz bújni és le tudod állítani az autódat, amire szerintem nem nagyon volt még autós játékokban példa, és így sokkal nehezebben fognak rátalálni a rendőrök, és sokkal hamarabb fel is adják a keresésed, de persze ez olyan szempontból rizikós, hogyha mégis megtalálnak, akkor idő lesz elindulni. Újabb segítség az éjszakához, hogy már nem csak háromszor lehet autót javítani, hanem egy bizonyos időnek kell eltelni a javítások között, hasonlóan egyébként a nitró használathoz, csak itt gondolom hosszabb lesz az időtartam. Szintén kaptunk egy kis információt a kezdőautókhoz, azt már most tudjuk, hogy három autó lesz, és ebből egyet ismertettek is velünk, ez a Mitsubishi Eclipse, a másik kettőre lehet tippelni a kommentekben. Ha pedig mindenki leírta a tipjeit, akkor nézzük is a Palace edition ami igazából egy olyasmi kiadása a játékhoz, mint forza a prémium. Itt összesen négy darab egyedi autót kaptok, és néhány egyéb jutalmat is. Ezt a négy autót itt látjátok a képen. Szerintem amilyen sokszínű a játék, és amennyi tartalom már az alapverzióban is van, annyira nem ad ez nagy pluszt, hogy megérje. De persze, hogyha valaki imádja a Need for Speed szériát, és egy idő után minden autó birtokolni akar, akkor lehet, hogy annak érdemes megvenni. Ami furcsa, hogy ez igazából semmi különleges dolgot nem ad ahhoz az négy autóhoz, azok egyébként is elérhetőek lesznek a játékban. Csak ahogy forzában is ott vannak például a Forza Edition kocsik, ö, lesz rajtuk egy ilyen alap tuning, és lesz rajtuk egy alap festés. de a sima autókra is meg lehetne csinálni ezeket a festéseket, tehát ezért is mondtam, hogy igazából olyan hatalmas különbség nincsen az alapjátékhoz képest, szerintem erre nem éri meg pénzt költeni, de mondom, ezt mindenki döntse el magának. Viszont akkor nézzük is a karakter testre szabást, mert hogy ezzel is lehet majd nyilván játszani, egy ideje már benne van ez is az autós játékokban és egyébként itt is rengeteg lesz az opció, és bár engem ez annyira nem izgat, nem is zavar, mert nem úgy tűnik, hogy emiatt kevesebb lenne az autós tartalom, a ruhák egyébként nagyrészt valós márkák, valós termékei lesznek, és ezen kívül lehet egyébként a karakter tetoválni, a haját és az arcszörzetét változtatni, valamint a hangját is, ezt elvileg szintén csúszkákkal lehet majd mélyíteni és testre szabni. Ha viszont van hangja a karakternek, akkor biztosan kell, hogy legyen egy story is, de erről valamiért senki nem beszélt, és igazából nem is tudni róla kb. És semmit. Én nagyon bízom benne, Na hogy jó lesz, hiszen a hite is az volt, ezt egyébként meg is nézhetitek már a csatornán, és nem sokára egy összefoglaló videó is érkezik róla, iratkozzatok fel, hogy erről sem maradjatok le. Az utolsó témánk már pedig az online, amiről egyelőre annyit tudunk, hogy csak négy emberrel lehetsz egy partiban, ami nem túl jó hír, vagyis nyilván a parti ez itt kb. a konvojt jelenti, de egy versenyen továbbra is akár 16 játékos is részt tud venni, viszont ez nagyon furcsa, mert akkor miért nem lehettek 16-an partiban, és 16-an akkor ugyanazon a versenyen részt tudtak venni. Így ugye négy csapatot fog összedobni random a játék, hogyha négyes élve vagytok konvojokban. Szerintem ez teljesen logikátlan, és miért ne bírná el a szerver a 16-os konvojt, hogyha a 16-os versenyt elbírja. Hát erre nem kaptunk választ, de viszont ezzel minden információt elmondtam, amit egyelőre tudunk a játékra, hogy természetesen ugye ahogy telnek a hetek, ez továbbra is bővülni fog ez a halmaz. Mindenképpen igyekszünk titeket is tájékoztatni ezekről. Dobjatok egy lájkot erre a videóra, és kommenteljetek, hogyha nektek van valami olyan információtok, amit kihagytam. Viszont hát akkor én most itt el is köszönök, aztán találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!